A tavalyi sikeres debütálás után szinte várták már az NB1-es futzál bajnokságban ezüstérmet szerző Tolnamezs játékosai, hogy eljöjjön az idei nyár, és újra pályára léphessenek a Balatonlelei Napfény strand kitűnő pályáján az országos női strandfoci bajnokságon. Amíg tavaly minden előkészület nélkül vágtak bele ebbe a foci kalandba, az idén már rákészültek a lányok. Pestőrincen több héten át edzettek, majd a bonyhári tornán tesztelték magukat, amit egyébként megnyertek, és jött a vizsga, a Balatonlelei torna, amely két hétvégén zajlott 8 csapat részvételével. Több jó csapat volt itt, említhetném a Dacon kívül a Keresztes Lovagokat, a Kelent, mind a hármójukkal nagyon kiélezett mérkőzéseket játszottunk, és hál' Isten úgy alakultak az ő egymás elleni eredményeik, hogy ez nekünk kedveztek. Jó volt látni a tolnamezsiek a passzjáték gyorsaságában, pontosságában az ellenfelek mögé nőttek. És ha úgy hozta a játékhelyzet, távoli bombagólokkal is jeleskedtek. Két meccsen a Kelen FC és a Deac ellen nem tudtak a rendes játékidőben nyerni, de a hosszabbításban a fővárosiak ellen, majd büntető rugásokban a nagy rivális Deac ellen ők lőttek gólt, illetve koncentráltak jobban. A Deac elleni győzelem jót tett a lányok lelkének, mert hogy nemrégen az élvonalbeli futzál bajnokságban velük döntőztek és vesztettek összességében a debreceniek ellen. Hát, ha nem is kárpótlás, de azért örültünk, hogy borsot tudtunk törni egy kicsit az orruk alá az elveszített döntő után, igen. Hogy győzelem hátterében nem csak a kiváló erőlét, hanem a futzálból homokra adaptált technikai tudás is áll, állítja a tolnamezsiek trénere. Próbálunk minden hangszere játszani, úgymond. Igen, a fiatalok nagyon éltek a homokon, gyorsak voltak, illetve a futszál elemeket is próbáltuk beépíteni, és ennek az egyvelege jelentette ezt a remek eredményt. Ezek a talppal elhúzom a kapus mellett, ezek a futszálos elemek benne voltak, ezeket az előnyünkre tudtuk fordítani, és ez nagyon jól jött ki itt nekünk a homokon is. Az utolsó mérkőzésen a Nagy Kanizsa ellen már országos bajnokként léptek pályára. Ehhez méltó módon intézték el a Dél-Zalaiakat. Gól szép összjáték, gól egyéni villanásból, gól távoli nagy lövés után, és 7-szer vették be az ellenfél kapuját a Vámosi Ginájék. A siker értékét csak növeli, hogy sérülés, illetve szabadságolás miatt ezúttal olyan a futzálban egyébként meghatározó fővárosi illetőségű játékosok, mint Csapó Orsolya, Nagy Noémi vagy Szőlősi Alexandra nem léptek homokra. A tolnai tinik és már a szárnyaikat bontogató játékosok remekül helyettesítették őket. Két fiatal, a Szilágyi Vanessa, illetve a Tancsa Bítia, 14-15 éves kislányok, akik most kerültek föl az utánpótlásból, ők velünk kezdik el a futszál felkészülést, felnőttekkel fognak edzeni, és hát majd meglátjuk a fejlődésüket, hogy mennyire tudják ezt a sportágot megszeretni. Ők minden bizonnyal a futzálban is bemutatkoznak majd ősszel. A már ismert saját nevelésű játékosok közül többen a Paksiakkal kötött együttműködés jóvoltából megkezdik a nagypályás focira való felkészülést. Így például a homok fociban is remeklő, a teremben már meghatározó játékos Vámosi Georgina, aki ezen a tornán gólkirályi címet is megszerezte. Egyelőre mindenképp a futszál élvez előnyt nálam, Pakson nagy pályázom mellette, de egyelőre a futszál élvez előnyt nálam mindenképpen. A 15 évesek között tavaly üstökösként berobbant Kis Gréta a strandfociban is tudott hozzátenni a maga sokoldalúságával csapata végső győzelméhez. Adtam gólpasszokat is, de gólokat is rúgtam, aminek nagyon örültem. Persze most ezen a hétvégén egy kicsit rosszabbul, mint előző hétvégén, de meg vagyok elégedve magammal összességében. Nála is képbe jön már a nagypálya, és kérdésünkre elmondta, nagyon várja azt is, hogy mint az ország pillanatnyilag legjobb magyar női strandcsapata, lehetőségük legyen egy komoly nemzetközi tornán való megmérettetésre.